ugye az alkoholfogyasztás a Bibliában, és ha nem haragszol, akkor én a borral indítanék, igen. Ugye szerintem a Bibliában az többször szerepel. Megpróbáltam utána is nézni, és hát azt olvastam, méghozzá a Vidám Szüretnek az oldalán, hogy a második ilyen mezőgazdasági termék igen. Abban a ranglistában, ami a legtöbbször szerepel, tehát a gabona szerepel a legtöbbször a Bibliában, és a bor és a szőlő pedig a második helyen van. Igen. Tehát egy igen, igen előkelő helyet tölt be. Ugye picit beszélhetnénk erről, hogy miért, igen. Minek igen. a szimbóluma mondjuk a Bibliában a bor és igen. a szőlő, és aztán pedig igen. arról, hogy hogyan kezeljük mi ezt a gyakorlat igen. életben. Igen, ez valóban így van, és már maga ez nagyon ilyen, mondjam, ilyen profétikus jellegű, hogy a Bibliában a mezőgazdasági példázatokban és a különböző növény neveket megfigyelve legtöbbször a búza és a gabona félék szerepelnek. Mi, akik Bibliát olvasunk, tudjuk azt nagyon jól, hogy az Istennek az igéjére mutat elsősorban ez a búzamag, a kenyér, tehát ez a számunkra ez teljesen evidens. És aztán a szőlő és a bor pedig ugye alapvetően az egyháznak és a Szentléleknek egyfajta ilyen szimbóluma. Tehát ez az nagyon-nagyon össze hajol a két dolog. Ez szerepel másodszor, és még harmadik a len, ami talán nem tudnak sokan, de itt már az öltözködés szempontjából nagyon fontos volt, hogy a lennek a termesztése, és hát ilyen módon ez nekünk kívülnek is fontos, hogy az Isten igéje, az Isten szellemével való közösség, az egyházzal való jó harmonikus kapcsolat, mellett azért a külsőmre is, egészségünkre is figyeljünk oda, és óvjuk, ápoljuk. Tehát ez így nagyon szépen, tehát ahogy a Bibliát olvassa az ember, mindig arra döbben rá, hogy valami semmi se véletlen, ahogyan le van írva, és olyan szépen összetevődnek ezek a dolgok. Tehát a szőlő másodszor szerepel, és hát alapvetően én nekem az a véleményem, már egy kicsit rátérve a témára is, hogy az Úr a szőlőt és a belőle készült természetes italt, a szőlőlét, most így mondom először, az ember számára mindenképpen azért teremtett, hogy élvezze az az ember, és áldás legyen a számára. A nagy kérdés az az, hogy akarta-e Isten valaha is, hogy az ember részegítő italt készítsen a szőlőből, és az üdítő italként fogyassza. Tehát az egy dolog, hogy Isten megteremtette a szőlőt, hogy élvezzük, és hogy azt áldásként fogyasszuk, akár az abból készült szőlőlét. A nagy kérdés az az, és ami szerintem rendkívüli módon megosztja az embereket, tehát még egyházon belül is. Tehát ha most mondjuk nem engem kérdezni, hanem egy másik hites lelkésztől, lehet egy picit másik közelíteni meg ezt a kérdést, mert annyira sokféleképpen ezt a dolgot megközelíteni. De a lényeg az, hogy áldásul lett a számunkra, de az egy nagyon nagy kérdés, hogy Isten akarta-e valaha azt, hogy mi ebből a finom italból részegítő italt készítsünk, és azt fogyasszuk úgy, mint üdítő italt. A Biblia alapján erre egyszerű lenne válaszolni, de nem szabad, mert ez egy nagyon összetett kérdés. Hát igen, és azt előre bocsáthatjuk így a további beszélgetés folyamán, hogy megbeszéltük, hogy nem szeretnénk, vagy nem szeretné a legzakt válaszokat adni kérdésekre, hanem inkább egy együtt gondolkodásról igen. van szó ebben az órában, és hát akkor én fel is vetnék ide egy gondolatot, amire kérném majd, hogy reagáljál, ha már így szóba hoztad ezt, hogy akarta-e vajon Isten, hogy részegítő ital készüljön ebből a növényből, ebből a gyümölcsből, akkor ugye nekem rögtön eszembe jutott Noénak a története, ami hát ha elolvassuk ugye a borral való kapcsolatát, illetve azt a történetet, ami ezzel függ össze, akkor összességében azt mondhatjuk, hogy az egy negatív történet. Igen. Akkor most picit belemegyünk szerintem a közepébe, mert itt már egy olyan kérdést tettél fel, ami már szerintem nagyon, hogy is fejezzem ki, tehát nagyon indokolja az átgondolt és teológiailag. Nagyon fontos, hogy mi most ne arról beszélgessünk, az én véleményem szerint főleg, hogy mit mond a tudomány, és hogy mit mondunk erről, úgy, mint orvosi szempontból és ilyen szempontokból. Lehet erről beszélgetni, de nekünk hívőknek alapvetően azt kell rendbe tenni szerintem a saját életünkben, hogy a Biblia szerint teológiailag
és erkölcsileg mit jelent a részérítő italnak a fogyasztása. Mert azt nyilvánvalóan a tudomány meg tudja állapítani, hogy milyen jó hatásai vannak, meg és így tovább, tudod. De én azt hiszem, hogy azért önmagában az, hogy valaminek jó hatása van az ember szervezetére, például abból még nem következik, hogy az teológiailag vagy erkölcsileg is rendben van. Tehát ezt azt gondolom el lehet fogadni. Na most a Noéra visszatérve, és még egyszer arra, amit te is mondtál, én nagyon-nagyon szeretném azt elmondani, szinte megismételni, amit mondtál, hogy én abban nem vagyok teljesen biztos, hogy a Biblia mit állít és mit mond a bor fogyasztásáról, a részedítő ital fogyasztásáról. Én egy dolgot tudok tenni, hogy a saját magam meggyőződését mondom el, és abban nem károsztatom magamat, én abban jutottam el egy meggyőződésre, amit én bátran képviselek, de úgy, ahogyan te mondtad a kérdésedben, hogy abszolút el tudom fogadni, hogyha valaki ezt máshogyan látja, és valaki ezt másképpen magyarázza, és másképpen közelíti meg, de szerintem hagyjuk meg egymást mindannyian a saját meggyőződésünkben, mert egy nagyon nehéz erre válaszolni, és szerintem nincs is a Bibliában erre egyértelmű válasz. Tehát aki ezt ki tudja mutatni a Bibliából, az kap egy valamilyen komoly elismerést, mert nagyon nehéz ezt megmagyarázni. Ez kb. Olyan, mint amikor a vadászatról beszél az ember, ott is ugye megosztja az embereket ez a téma, hogy most a vadászással mi legyen. Valaki egy laza étkezési dolognak tartja, hogy le kell lőni a vadat, hogy azt elfogyasszák. Van, aki meg egy nem tudja elképzelni, hogy lehet egy őrzikét lelőni. És ugye ebből vannak a komoly viták, és itt is bibliai alapon tudnak vitatkozni az emberek, és érdekes módon a vadászásnál is a pozitív igen van a Bibliában. Na most, amire ki akarok lyukadni a kérdésedre, Noéhoz visszatérve, hogy az a helyzet, hogy nincs pozitív a ige, ami a Bibliát, ami a borivást pozitívan állítaná be, és megmondom, hogy miért állítom ezt. Ez most egy területes hallgató számára azt mondja, hogy nem mondok igazat, mert van például Pál apostol Timóteus, a korintusiak, a Timóteusnak mondott üzenetében, hogy igyon bort ugye a gyomrára való tekintettel. Ilyenek vannak, de én azt gondolom, hogy ha nem területesen olvasjuk a Bibliát, hanem egy dologban elmélyülünk, akkor több dolgot meg tudunk érteni, amit egyébként nem értenénk meg. Arra gondolok, hogy a Biblia alapvetően külön választja azt az italt, ami erjedetlen és részegséget nem okozó ital, és az erjedt ital, ami részegséget okoz. Amikor negatív módon van a bor feltüntetve, akkor mindig az erjedt, részegséget okozó bort olvassuk az Isten igéjében az eredeti szöveg alapján. Amikor pedig pozitívan van a bor mutatva a Bibliában, akkor mindig az erjedetlen, részegséget nem okozó italról olvasunk. Na most a mód Noé az erjedt, részegséget okozó bort ivott, és ezért nem is tud az lenni egy pozitív kicsengés üzenet. Hát az egész történet az nem egy pozitív volt. Tehát azt gondolom, hogy ott az Isten kegyelme volt, hogy az a dolog valahogy megoldódott, de hát az nem egy koronája volt annak a túlélésnek, azt gondolom, nem? Mert a szivárvány az lehetett, a szivárvány nyilván a koronája volt az özönvíz túlélésének, de azért az, hogy ott ami utána történt a szőlőművelésből kifolyólag, az nem gondolom, hogy az pozitív volt. Tehát itt negatív, de azért, mert ott erjedt és részegítő italt fogyasztott. De ez a Bibliában máshol is negatívként van bemutatva.